Sziasztok, kedves barátaim! A kutya természetesen az ember legjobb barátja, de csak akkor, ha az ember nem egy bűnöző, és a kutya pedig nem egy argentin dog vagy nápolyi masztív. Higgyétek el, hogy jobb, ha nem haragítjátok magatokra ezeket a kutyákat, és ma elmondjuk, hogy miért. Cane Corso. Még a legügyesebb támadó sem fog tudni elmenekülni egy ilyen szörny elől. Csak nézzétek meg, hogy milyen könyörtelenül harap bele a Cane Corso az ellenség kezébe. Nos, ez nem meglepő, mert ezeknek a védelmezőknek az ősei az ősi római gladiátor kutyák voltak, de hogy képes valaki ilyen szörnyetegeket háziállatként tartani? A titok, mint mindig, a megfelelő kiképzésen van. Ha a Cane Corsót megfelelően kiképzik, akkor soha nem fogok nélkül támadni. Ennek ellenére azonban egyes országokban ennek a kutyának a tenyésztése korlátozva van, vagy be van tiltva, mint például Bermudán. Kangal. Ismerjétek meg, ő itt a világ legerősebb harapásával rendelkező kutya. Ha a kangal hátsó lábaira áll, akkor minden esély megvan rá, hogy magasabb legyen gazdájánál. Nem mindenki képes elbírni egy ilyen fenevaddal. Ha kiszabadul a kezedben tartott pórázról, akkor mit fog csinálni? A bicsorgása önmagában jobban működik, mint bármely biztonsági rendszer. Az ókori Babilon idején oroszlán és lóvadászatra vitték őket. Ma ez az első számú őrzőkutya. Egyes országokban a kangalt a házi állatok védelmezésére használják a gepárdokkal szemben. Például Dánia területén az ilyen barát tartását a törvény nem teszi lehetővé. Argentin dog. Ettől a kutyától nem szabad kegyelmet várni. Ha egy bűnöző egyedül találja szemben magát vele, akkor talán nem is remélhet csodát. Az argentin dog villámgyorsan támad és a végletekig megy. Nem csoda, hogy ezt a fajtát a vadpumák vadászatára tenyésztették. Még a kiképzés alatt sem mindig tudják kiszámítani az erejüket. Tehát nem jó ötlet, ha egy ilyen kutya gyerekekkel vagy más állatokkal játszik. A statisztikák magukért beszélnek. Ez a fajta számos országban be van tiltva, köztük az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Norvégiában. Rottweiler. A római császárok nem hiába szerették magukkal vinni ezeket a kutyákat a hódító hadjáratokra. Egy ilyen kegyetlen száj láttán még a leghidegebb bérű ellenfél is biztosan meg fog törni és félni fog. Láttátok ezeket a kigyúrt lábakat? Az edzőterem legtöbb látogatói is biztosan megirigyelné. Katart, Izraelt és Malajziát egy ilyen társal sajnos nem lehet meglátogatni. A Kanári-szigeteki kutya. Ennek az óriásnak az állkapcsának ereje elegendő ahhoz, hogy a levegőben lógjon, ameddig csak akar úgy, hogy belekapaszkodik az ellenfél ingújába. Figyelembe véve, hogy ennek a monstrumnak a súlya 60 kg, az egész nagyon ijesztővé válik. Emellett az előző század második felében ezt a kutyafajtát aktívan bevonták a kutyaviadalokba. Milyen jó, hogy mára már ezek a szórakozások belettek tiltva. Maga a Kanári-szigeteki kutyának a tenyésztése illegálisnak számít néhány amerikai államban, valamint Ausztráliában és Olaszországban. A kutya nem csak meglepően szívós és erős, hanem szinte nem is érez fájdalmat, ami azt jelenti, hogy minden párbajban készen áll arra, hogy a végletekig harcoljon. Amerikai bandog. Ez a kutya szó szerint bármire képes, még a falonfutásra is. Egy ilyen kutya nem valószínű, hogy vissza fogja hozni nektek a papucsot vagy a labdát, hanem inkább a szájában odahozza az ellenséget. Az amerikai tenyésztők évekig tenyésztették ezt a fajtát, a tökéletes láncon tartott kutya létrehozásáról álmodozva, de még mindig nem fejezték be. Bár a buldogok ki vannak képezve és jól kijönnek az emberrel, jobb, ha más állatokkal nem élnek együtt. Ezek a kutyák rettenetesen féltékenyek a gazdájukra, és nem tolerálják a konkurenciát. Romániában és Svájcban akár rács mögé is kerülhetnek ezeknek a kutyáknak a tenyésztéséért. Nápolyi masztív. Nem lehet szépnek nevezni ezeket a kutyákat. Néhány évvel ezelőtt a fajta képviselője még a világ legcsúnyább kutyája címet is elnyerte. Habár a nápolyi masztív pofáján a sok bőrredőnek megvan a célja. Egyfajta természetes páncélként szolgálnak az ellenséggel folytatott csatában. A védelem kérdésben nem sok mindenki vetekedhet velük. Akár a gazdájára nézve is veszélyes lehet, különösen ha nem megfelelő a neveltetése és szoros kapcsolatban van a gyerekekkel. Úgyhogy Szingapúr, Románia és több amerikai állam hatósága úgy döntött, hogy betiltják a tenyésztését a területükön. Afrikai oroszlán kutya. Ezek a kutyák nagyon izmosak és szívósak. Az afrikai országokban gyakran viszik őket a szafarira, mivel az ilyen állatok kis csoportja könnyen képes leteríteni egy nagy oroszlánt. Ám otthon ezek a kutyák játékosak és olyanok, mint a kölyök kutyák. Azonban a Bermudai szigeteken az ilyen kutyák tartását mégis betiltották. Pitbull. Kétségtelen, hogy a pitbull a világ leghíresebb harci kutyája. Nem is csoda. Ezek az állkapcsok és izmok senkit sem fognak hidegen hagyni. Ausztráliában, Kolumbiában, Malajziában, Új-Zélandon és több tucat más országban tilos a pitbullok tenyésztése. Egyes országokban hidegfegyvernek tekintik őket. A pitbull a buldogoktól örökölte vadságát,
de játékosságát a régi angol terrierektől. Tehát bizonyos értelemben ez a kutyafajta jó példa az összeegyeztethetetlen dolgok kombinációjára. Dobberman. Ezt a kutyafajtát nem lehet tenyészteni a Bermudán, sőt Malajziában és Katarban sem. A dobbermanok nagyon erősek és kiváló rendőrkutyák. A II. Világháború alatt még az amerikai tengerészgyalogságban is szolgáltak. A családi körben a dobbermanok inkább a labdajátékokra és más kutyák szórakoztatására fordítják energiájukat. Német boxer. Őrként, életmentőként, testőrként, hírvívőként és vezetőként használják őket. Mellesleg ennek a fajtának a neve a boxoló harc közbeni viselkedéshez kapcsolódik. A mancsával mér ütéseket az ellenfélre, csak úgy, mint a sportolók a ringben. Ez a kutyafajta univerzális vércsoporttal rendelkezik, ezért gyakran adnak vért. Nem különösebben veszélyesek. Természetesen akkor, ha a boxer jól ki van képezve. Katarban minden esetre betiltották. Német dog. Nem csak kiváló házőrzők, de rekordtartók is. A német dogok a világ legmagasabb kutyáinak számítanak. Átlagosan egy híd magassága 80 cm, de ez az óriás egyértelműen egy kicsit nagyobb. Óriás Georgenak hívták, és elnyerte a Guinness rekordok könyvének díját. Amikor ez a kis haver a hátsó lábára állt, magassága elérte a 2 méter 20 cm-t. Általában ezek a kutyák nem is agresszívak. Annak érdekében, hogy határozottan és villámgyorsan támadjon egy idegenre, speciálisan ki kell képezni őket. Bull Terrier. Ez a kis haver sokkal kisebb, mint a legtöbb kutya ebben a videóban, de higgyétek el nekem, hogy bátran versenyezhetne velük a legőrültebb kutya címért. A megfelelő pillanatban a Bull Terrier készen áll arra, hogy feláldozza az életét a gazdája megmentéséért. Vannak olyan esetek is, amikor egy ilyen kutyafajta egymás után több lőtsebet is kapott, de nem eresztette el ellenségét. Ezt a fajtát betiltották Bermudán és néhány másik országban, úgy mint Katar és Izrael. Tosa Inu. Több mint egy évszázaddal ezelőtt a japánok úgy döntöttek, hogy szükségük van saját harci kutyafajtára. Tehát így jelent meg a Tosa Inu fajta, amelyet azonnal elkezdtek használni a kutyaviadalokban. Szinte az egész világon már régen betiltották ezt a fajta szórakozást, Japánban még mindig virágzik. Egy dolog vigasztal, hogy a szervezők gondosan figyelnek arra, hogy egyik kutya se sérüljön meg a show során. Innen ered a fajta fő hátránya is. Genetikailag nem képesek arra, hogy más kutyákkal egy fedél alatt éljenek. Végül is jobb, ha a gyerekekkel sem hagyjuk őket egyedül. Ezért nagyon hosszú azoknak az országoknak a listája, amelyekben a Tosa Inu birtoklása szigorú tilalom alatt áll. Köztük Norvégiában, Franciaországban, Olaszországban, Izraelben és Ausztráliában. Kedves barátai, mára ennyi lenne. Lájkoljatok, iratkozzatok fel a csatornára, és hamarosan találkozunk!